megtartotta májusi ülését Gödöllőváros képviselőtestülete. A napi rendi pontok között ifjúsági koncepciót fogadott el a testület, melynek célja olyan körülmények megteremtése a fiatalok részére, melyek között célzottan lehet őket felkészíteni az önálló életkezdésre. Az első alkalommal elfogadott koncepciót tudományos szakemberek, ifjúsággal, sporttal kapcsolatos intézményvezetők, önkormányzati bizottságok és maguk a fiatalok állították össze. A testület döntése alapján a város idén nettó 5 millió forinttal járul hozzá a kastélypark gondozásához, a Büszi Nonprofit Kft. Szakembereinek segítségével. A képviselők elfogadták a gazdasági társaságok beszámolóit, és döntöttek a 2016-ban megrendezendő tematikus év elnevezéséről, mely a Gödöllő 50, a megújuló értékek városa címet viseli majd. Az egyebek napi rendi pontban a polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Molnár Árpád és Simon Gellért fideszes képviselők azt jelezték, hogy nem kaptak a postájukkal meghívót az ülésre, a valóságban viszont a hivatal dolgozói május 8-án a szabályzatnak megfelelően hivatalos formában elektronikusan küldték el a képviselők által megadott e-mail címre a meghívót és az előterjesztéseket. Gémesi György tájékoztatója szerint most már 6 képviselő csak elektronikusan kapja meg az anyagokat, és a hivatal fokozatosan mindenki esetében ezt a módot választja, környezetvédelmi szempontok miatt.